Újabb videó készült arról a férfiról, aki még 2017-ben okozott hatalmas botrányt, ugyanis égő cigarettát tett a másfél éves unokahúga szájába a felvételen. A férfi házi őrizetben volt, amikor készítették ezt a videót, korábban ugyanis megvert és megkésett két férfit. Mielőtt börtönbe került volna, megígérte, hogy onnan is üzenni fog, és a szavát be is tartotta. Legutóbb árnyékboxolt a cellájában. Boxgyakorlatokat, vagy valami ahhoz hasonlót végez a börtönben ez a férfi, aki egyik rabtársát használja boxzsáknak. Csak éppen nem üti meg, hanem előtte a levegőbe méri a jobb egyeneseket, mondhatni árnyékboxol. A férfi láthatóan még a cellában is jól érzi magát. Úgy tudjuk, Szombathelyen tölti büntetését. A videót egyébként még júliusban töltötték fel az internetre rokonai, majd le is törölték. De most újra kikerült a világhálóra, azóta pedig futó tűzként terjed. Ráadásul azért, mert Lakatos Brandon szerepel a felvételen. Talán így már ismerősebb lehet, kiről is van szó. A Lakatos Brandon néven elhíresült férfi óriási felháborodást keltett ezzel a videójával az egyik közösségi oldalon. A felvételen az látszik, hogy a videoblogger 2 éves unokahúga szájába tesz egy meggyújtott cigarettát, és arra ösztönzi, hogy szívjon bele. Az eset után nyilatkozott a tényeknek. Zölembe ült, és én szívtam közben a cigarettát, és mellém ült, és a cigit a szájába tettem egy poénként. De nem szívott bele a cigibe, mert a rendőrök is megmondták, hogy köhögött volna, beleszívták a cigibe. A férfinek már a videó előtt is voltak rendőrségi ügyei. Amikor ezt az élő videót készítette, akkor épp házi őrizetben volt, súlyos testi sértés miatt. Egy budapesti szórakozóhelyen két férfival veszett össze, az egyiket megverte, a másik férfit pedig késsel szúrta meg. Megígérte, hogy a rácsok mögött sem mint búcsút a nyilvánosságnak. De a börtönből is live-ozni fogok, gyereket, mert pénteken visznek el. Nem szegte meg a szavát. Ezt a videót az ismerősei készítették a börtön előtti utcáról. Mit üzensz a Facebookosoknak, Brandon? És ezután következett a legutóbbi videó, amit a riportunk elején mutattunk be. Kerestük a büntetés végrehajtás országos parancsnokságát, azt írták. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék az illegálisan bejutott tiltott tárgyak számát. Ennek ellenére így is előfordul, hogy bejutnak telefonok. Brandon edzős videóját már nyáron észlelték, a börtön parancsnoka pedig az esettel kapcsolatban belső vizsgálatot indított. Ilyen esetekben az érintett fogva tartotta a szemben, minden esetben fegyelmi eljárást indítanak.